a misztikum a zsidóságban egy olyan felsőbb logika, egy olyan felsőbb működésnek a logikája, amit mi nem feltétlenül értünk, és ezért misztikusnak tűnik nekünk, de valójában van mögötte logika, és egy bizonyos fokig talán el is tudjuk sajátítani ezt a logikát. Nekem hívő zsidónak, aki a kabala tudományát egy kínatkoztatás termékének tekinti, a görög filozófiát pedig egy emberi alulról történő, alulról felfelé történő emberi logikai törekvés gyümölcsének tekinteti, ö, nagyon érdekes, mert az jön ki belőle, hogy bár nem pontosan találják el a görög filozófusok a valódi mögöttes tartalmat, de azért nagyon erősen kapirgálják, és nagyon, nagyon közel vannak hozzá. A cselekvés világában alapvetően a fizikai, materiális létezés az, ami determinál, ami meghatároz, az, az amit én kitapintok, látok, ö, stb és nem érzékelem, vagy meg kell nagyon erőltetnem magam, hogy érzékeljem a szellemi tartalmat, a szellemi jelentést. Minél följebb kerülök a világok láncolatában, annál inkább a mögöttes isteni energiát látom, és annál kevésbé kitapinthatóak a fizikai, a fizikai anyagi peremei a létezésnek. Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit Podcast Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. A mai adásunkban a misztikát és ezotériát járnánk körbe, hogy mi ez a kettő, hogyan jelenik meg az írásokban, és egyáltalán mi a különbség a kettő között. Igen, sok szeretettel üdvözöljük a kedves hallgatóinkat, követőinket, és most tegyünk egy, 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 tiszta tekintetű vallomást a hallgatóinknak, hogy itt volt egy, egy három perces kitérő, mielőtt elkezdtük, vagy egy off the record kitérő, ahol egymással tisztáztuk, hogy mi a különbség a misztika meg az ezotéria között, és arra jutottunk, hogy ez valami olyasmi lehet, mint hogy a misztika az valamilyen olyan misztikus tan, valamilyen olyan misztikus igazság, rejtett igazság vagy rejtett e, tan, e, ami az egyszerű olvasatban vagy az egyszerű képletben nincs benne, de még mindig csak egy elvont teória és filozófia, az ezotéria pedig az, amikor valamilyen misztikus tan vagy misztikus igazság az egy praktikává válik, és mondjuk ezoterikus gyógyít, gyógymód, vagy ezoterikus gyakorlat, ami valamit megváltoztat ebben a világban, a mi életünkben, ez az ezotéria. És hát akkor nyilván az a kérdés, hogy ezeknek van-e helye a zsidóságban, és hogyha van, akkor miért van, vagy hol van, hol találjuk ezt. Ugye különösen személyesen érint a kérdés, mert egy pár héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki azt állította, úgy definiálta azt a zsidó irányzatot, amihez én is tartozom, a Habad e, Hasid e, irányzatot, hogy ez egy olyan ortodox zsidó irányzat, amely a misztikában hisz. Egy misztikus zsidó ortodox irányzat. És elgondolkoztam ezen, hogy hú, ez milyen érdekes definíció. mert valóban a habad haszidizmusnak egy, és általában a egy, egy fontos eleme a misztika, a misztikus filozófia, a kabalistikus filozófia, a kabala mint olyan, és azon gondolkoztam, hogy így kívülről nézve, hogy néznek engem, vagy ezt az irányzatot az emberek, hogy az így tényleg ráillik-e arra, amit mi csinálunk, meg ahogy kinézzünk, meg ahogy, meg amilyen praktikákat csinálunk. És aztán azon gondolkoztam, hogy várjunk csak egy pillanatot. De ez nem csak a haszidokra igaz, a zsidóság maga is tulajdonképpen bizonyos értelemben egy misztikus, vagy misztikát követő vallás. Tovább megyek, bizonyos értelemben egy ezoterikus vallás is, hiszen a zsidóságban számos olyan praktika és olyan gyakorlat van, ami nem a racionális, eh, evilági, eh, kézenfekvő evilági magyarázatok alapján eh, értelmezhető. Tehát amikor egy, elképzelem, hogy kívülről nézve, amikor egy zsidó eh, férfi a reggeli imánál magára teker egy ilyen imaszíjat, meg egy bőrdoboz benne mindenféle apró tekercsekkel, és beburkolózik egy, 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 négy sarkán rajtokkal ellátott lepedőbe, hát mi ez, ha nem misztika, meg ezotéria. Úgyhogy tulajdonképpen akkor a válaszunk az az erre a kérdésre, hogy igen, a misztikának és az ezotériának úgy tűnik, hogy van helye a zsidóságban. Nem csak, hogy van helye a zsidóságban, hanem a zsidóság annak tiszta, autentikus formájában nagyon is közel áll a misztikához és az ezotériához. A misztikát az emberek általában valami földön túli dolognak tartják. Valami olyasminek, amit uh, halandó nem érthet. Valami mágiának, valami varázslatnak. Hogyan tudjuk ezt a tévhitet eloszlatni, hogy a misztika egyébként nem valami olyan titkos dolog, ami, ami, ami káros lenne, vagy egy földön túli tudás. Nyilván először is kezdjük azzal, hogy a, Misztika az egy általános jelző. Tehát attól még, hogy valami misztikus vagy misztikum, az nem azt jelenti, hogy igaz. Ugye ugyanúgy, ahogy, ahogy azt mondjuk, hogy, hogy, hogy tudomány. A tudománynak is számos ága lehet, és vannak olyan ágai, amelyek nem feltétlenül uh, uh, helyesek vagy jók, hanem valamilyen zsákutcás uh, uh, kicsapongásai vagy mellékutcái a tudománynak. Tehát önmagában attól még, hogy valami misztikus, attól még az nem azt hogy az egy követendő vagy helyes dolog, és a misztikánál ez még inkább így van, mint a tudomány, mert a tudománynál van egy nagyon jó eszközünk, amivel a történet végén tudjuk tesztelni, hogy az megállja a helyét vagy sem, és ez pedig az emberi logika. A misztikánál, a misztikumnál nincs ilyen, mert a misztika nem kell, hogy logikus legyen, vagyis, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül kell, hogy logikus legyen. Nem abból indulunk ki, hogy a hitelességét a logikája támasztja alá. A zsidóság szerint uh, tulajdonképpen az, hogy mi misztikus és mi logikus, az egy isteni teremtésnek a szüleménye. Uh, Isten a zsidó filozófia, különösen a zsidó kabalisztikus filozófia irányvonala szerint, de különben az általános zsidó vallás filozófia, tehát például a Maimonides fél racion racionalizmus szerint is, az isteni teremtés a logika által történik. Isten először létrehozza a logika fogalmát, és a logika fogalmán keresztül teremti meg magát a létezést. Ez az oka annak, hogy a létezés, mint olyan, egy logikus létezés. Amúgy különben nem feltétlenül kéne, hogy legyen logika a létezésben, maga a logika is egy teremtett dolog, és a logikán keresztül teremtődik minden más. Ezért természetes nekünk, hogy mi értjük azt, ami körülöttünk van, és amit nem értünk, azt igyekszünk megérteni, és ha valamit nagyon nem értünk, vagy nagyon értelmetlennek tűnik, akkor feltételezzük, hogy az valójában nincs is úgy. A, a misztika pedig azok a e, tudások, azok a e, logikák, amelyek meghaladják a mi logikánkat, az általános emberi logikát. Tehát ugyanúgy, mint ahogy, csak értsük, hogy értsük, hogy nagyjából mire utalok, egy rókának is van logikája. Ugye? Ő is egy logikus működés szerint működik. Van egy olyan logika, ami az életét vezeti. Ettől függetlenül esélye sincs arra a rókának, hogy megértse az emberi logikát. És a róka szemszögéből nézve az emberi működésnek számos eleme misztikus. Ugyanez a helyzet az emberi működéssel szemben a spirituális világok, a szellemi világok, magaslatok működésével, hogy van egy isteni logika, ami meghal, nem egy, hanem számos isteni logika, ami magasabb rendű, mint a miénk, és amit a mi emberi logikánkkal nem vagyunk képes felfogni, és ezért misztikusnak tűnhet. Ezért aztán, az, amit mi misztikának nevezünk, az nem azt jelenti, hogy az azért misztikus, mert nincs értelme, hanem azért misztikus, mert a mi korlátozott emberi logikánkkal nem feltétlenül vagyunk képesek azt megérteni. Mi a kabalának, a kabalisztikus filozófiának a lényege? Az, hogy ezt a misztikus logikát megpróbálja minél közelebb hozni a mi emberi felfogó képességünkhöz, és megértetni velünk azt. Ez különben a habád e filozófiának, a, a, a habad haszít filozófiának a lényege, és tulajdonképpen az egész kabalisztikus filozófiának, a Yitzhak Luria féle kabalisztikus filozófiának a lényege is. Tehát a misztikum a zsidóságban egy olyan felsőbb logika, egy olyan felsőbb működésnek a logikája, amit mi nem feltétlenül értünk, és ezért misztikusnak tűnik nekünk, de valójában van mögötte logika, és egy bizonyos fokig talán el is tudjuk sajátítani ezt a logikát. Ugye a róka meg az ember között a legnagyobb különbség az a prefrontális kéregnek a léte, nem léte, vastagsága, mérete, hogy, hogy mi képesek vagyunk nagyon bonyolult jóslásokra, bejóslásokra, hogy, mi, hogy, hogy a eddigi tapasztalataink alapján mi fog történni, és hogy nagyon sok mindent tudunk így bejósolni. A, az, az, egyszerűbb lények, azok sokkal kevesebb variációt tudnak figyelembe venni, sokkal inkább az eddig tanultakat próbálják meg reprodukálni. reprodukálni. Az abstrakciós készségük sokkal. Igen, és hogy ez alapján, amit te mondasz, hogy a nyilván ha én róka szemben nézem, akkor nem tudom megérteni azt, hogy valaki, a te eléve képes egy ilyen abstrakcióra, és képes egy olyan bejóslásra, amire én nem, mert mert nem is értem, nem tudom, hogy ott egyáltalán minek kéne lenni. Tehát, ugye, a, ha én, ha nekem nincs olyan képességem, akkor nem tudom belátni annak a képességnek a hiányát. Uh -huh. Hogyan próbálja meg ezt. Ezt, a, a, ezt így, így pótolni, megmagyarázni, behozni, érthetővé tenni? Itt a kérdés, ez borzasztó jó. Mert a kérdés az, hogy ha jól értem, hogy a róka soha nem csodálkozik el azon a misztikumon, ami Igen. az ő feje fölött van. Mert nem is veszi észre, mert az ő fejében és az ő logikájában egyfajta működés van, és azért nincs meg az eszköze sem arra, hogy észrevegye és elcsodálkozzon rajta. Ezzel szemben az ember viszont észrevesz dolgokat, amiket nem ért, és amiknek a logikáját e, nem érti, és igyekszik azoknak a logikát is megérteni az absztrakciós e, készsége révén. E, de a kabala, a zsidó filozófia ennél tovább megy. És azt mondja, hogy az igazán absztrakt, az igazán misztikus kategóriába tartozó dolgokat nem az ember veszi észre, hanem azok tudatva vannak velünk. Um, egy kicsit olyan ez, mint hogyha a rókához oda menne valaki, és az ő nyelvén mondana valamit, ami nem a róka világába illeszkedő logikában van, és a róka elgondolkodna azon, hogy hú, hát ez, ez hogy lehet így, vagy ez mit jelent. De valakinek oda kell mondani, és ezt el kell mondani az ő nyelvén. Ugyanezt teszi a kabala, és tulajdonképpen ugyanezt teszi a kinyilatkoztatás maga. Hiszen az isteni kinyilatkoztatás arról szól, hogy olyan igazságokat nyilatkoztat ki valamilyen a mi létezésünknél magasabb ö, létezés, létező, amikre magunktól nem gondoltunk volna. Tehát tulajdonképpen mondjuk vegyük az előbbi példát az imasziról, mi egy misztikus dolog, azt nem magunktól találjuk ki, hanem egy kinyilatkozó, egy, egy a mi létezésünknél magasabb rendű létező kinyilatkozza azt a számunkra. És innentől fogva ez teszi lehetővé számunkra, hogy észrevegyük egyáltalán, hogy vannak dolgok, amiket nem értünk. Csak hogy ehhez képest a kabala tudománya még tovább megy, és a kabala egy egész felsőbb rendszert ír le, úgy képzeljük el a kabalát, mint egy olyan ö, leírást, ami ö, egész világok rendjét és működését Uh, isteni világok rendjét, működését és logikáját írja le, olyan világokét, amelyekkel mi soha nem találkoztunk, és esélyünk sincs, hogy találkozzunk. De ezeket leírja nekünk a kabala, majd el is magyarázza, hogy ezek miért vannak, és miért működnek úgy, ahogy működnek, és ebben, amikor ezt megértjük, akkor ezáltal a saját világunkat is jobban megértjük. Egy kicsit... Uh, <kül> Egy kicsit, hogy elméjítsük ezt, e, ezt a példát. Ez olyas, olyas, mint hogyha én a tenger felszíne fölött ö, egy hajón megyek. És egy csomó minden történik a tenger felszínén, de azért a legtöbb dolog a tenger mélyén történik. Én azt gondolom, hogy az én ö, létem, meg az egész létezés, az a tenger felszíne fölött kezdődik, mert erre van belátásom és valaki egyszer csak egy képernyőn megmutatja nekem, hogy mennyi minden történik a tenger felszíne alatt. Nekem esélyem sem lenne a tenger felszíne alá lemenni, a példámban, vagy ebben a metaforában, de valaki megteszi nekem azt a szívességet, hogy megmutatja, egy, hogy mi történik a tenger felszíne alatt, és utána megpróbálja el is magyarázni nekem. A magyarázatokat is megadni rá, hogy ez miért, miért történnek. Miért jó, ha megértem, hogy mi történik a tenger felszíne alatt? mert azzal azt is jobban meg fogom érteni, hogy mi történik a tenger felszíne fölött. A zsidó filozófia, a kabalisztikus zsidó filozófia azt mondja, hogy a mi világunk létezése az a tenger felszíne fölötti létezés. Vannak a rejtett világok, amiket valóban különben a kabala a tenger alatti világokhoz hasonlít. Van a mi létezésünk mögött egy egész világok rétegződése. Nem is egy szellemi sík, hanem szinte végtelen szellemi sík, alapvetően a kabala négy rejtett világ, vagy négy világról beszél, amiből a negyedik az a olamászia, a cselekvés világ, és a fölötelvő három világ, három szintje, három rétegrendje a, a szellemi világoknak, a szellemi létezésnek, és a kabala tudománya betekintést enged ezekbe a rétegekbe, és megpróbálj nekem, aki soha nem voltam ott, és soha nem is leszek ott, Megmagyarázni, hogy ezek miért, először is mik ezek, és másrészt miért olyanok, amilyenek. Hogyan tudja ezt elmagyarázni? Csak az én világomból vett példákkal, egyrészt. Másrészt, amikor ezt megmagyarázza nekem, akkor nézben azért, mert az én világomból vett példákat, és azáltal a saját világomon is jobban elgondolkodik. Másrészt pedig azért, mert ez az, ami a mögöttem levő rétegrendben történik, ez mind segíti azt, hogy én a saját létezésemet, a saját létemet is jobban értsem. Hogy mondjak egy másik példát erre, amit a Lubavics Rebe ír egy levelében. Képzeljük el, hogy elmész egy színházba. Ebben a színházban látszólag egy dolog történik egyszerre. Ugye az történik, hogy egy színdarabot játszanak a színészek. De valójában többféle perspektívából, többféle nézőpontból lehetne nézni ugyanazt a történést és különböző nézőpontokból nézve egészen más történik, egész más a mélysége annak, ami történik. Van az, a, vegyük a legegyszerűbbet, van egy munkás, aki nem, ér, nem érti a darabot, nem tudja, hogy milyennek a darabnak, a történetnek a jelentősége, ő csak a leg legegyszerűbb eh, és operatívabb szintje, szintjén eh, instrumentálisabb szinten nézi az egészet, neki egy tízletet egy egy bizonyos időpontban be kell vinni, ki kell hozni, és amúgy teljesen érdektelen az egész. Van egy következő szint, mondjuk a néző, aki valamit kapizsgál, hogy itt nem egyszerűen egy párbeszéd folyik, meg nem egyszer egy történet folyamban, hanem ennek van egy mélyebb jelentése, van egy üzenet, amit a szerző és a rendező át akarnak ezzel adni. Aztán van mondjuk maga a szerző vagy a rendező, aki az egész darabban valami olyan központi üzenetet, olyan mély, mély érzelmeket, gondolatokat lát, amelyek a sajátjai, és amelyeket ő bevitt ebbe a darabba, amit egy külső néző nem biztos, hogy megismer. A kavala tudománya az egy olyan misztikus tudomány, ami ezt a belső világot, ami a rendezőnél van meg, és ami a mögöttes tartalma a külsődleges történésnek és történet folyamnak, azt elénk tárja, és meg is próbálja hozzánk közelhozni és megmagyarázni. És ezáltal az történik, hogy beszélhetünk misztikus filozófiáról. Ugye a misztika meg a filozófia az látszól a két ellentétes dolog. Ugye mert a misztika az, amit nem értek, a filozófia az, ami megértett velem dolgokat. A misztikus filozófia az az, amit mi misztika, mert én ezt egy kinyilatkoztatás révén kapom meg, én nem tudom, hogy ez valóban így van-e, saját erőből nem jutnék el oda, hogy ez így van, de mégis bizonyos szempontból érthetővé teszi számomra a, a kabala a, tudományát, a maga a kabala filozófiája. Egy záróját hagyta itt, ami szerintem borzasztó érdekes, hogy ugye én viszonylag mély ö, 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 intenzitással foglalkozom, foglalkoztam és foglalkozom a haszit filozófián keresztül a kabala tudományával, és viszonylag felületesen foglalkoztam a úgorög filozófiával, de borzasztó érdekes az, hogy az ógörök filozófiában borzasztó sok párhuzam van a kabala tudományával. Nekem hívő zsidónak, aki a kabala tudományát egy kínatkoztatás termékének tekinti. A görög filozófiát pedig egy emberi alulról történő, alulról felfelé történő emberi logikai törekvés gyümölcsének tekinti. Ö, nagyon érdekes, mert az jön ki belőle, hogy bár nem pontosan találják el a görög filozófusok, a valódi mögöttes tartalmat, de azért nagyon erősen kapirgálják, és nagyon, nagyon közel vannak hozzá. Hm. Ugye az agyunknak több olyan tulajdonsága van, ami nagyon meglepő. Az egyik ilyen, hogy nem képes mit kezdeni az információ hiányjal. Tehát, hogy ha én nem tudok valamit, akkor, akkor én azt megpróbálom betömködni valamilyen információval, vagy azzal, amit én gyártok, vagy amit készen kapok, teljesen mindegy. Tehát, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy ott van egy üresség. A másik pedig az, hogy az agyunk történeteket gyárt. Nem statikus képekben gondolkozik, hanem, hanem egy gondolat folyamban. És. Ugye az emberek, azok, amit nem értenek, akár a görög filozófusok megpróbálna, megpróbálják ezeket a lyukokat betömködni, akár a saját elképzelésük, akár a természetben tapasztaltak alapján, és ebből létrehoznak egy gondolatfolyamot, ami az ő filozófiájukká válik. A kettő között az a különbség, hogy te azt mondod, hogy a zsidóság ezt kinyilatkoztatásként kapta, tehát nem egy következtetésként jutott ide, hanem egy valamiféle felsőbb hatalom adta neki át azt az információt, amit nem kitalálni kell, hanem elfogadni. Igen. Szerintem, hogy van itt egy mankó, mert magát azt, hogy mi van ebben a, a hátsó tartalomban, ebben a mérétekben, azt megkapja a kabal maga. A kabala szó az kapást jelent, megkapni valamit. Azért, mert azt egy felső kilatkoztatás termékének tekintjük de ezt nekem kell próbálni megérteni, tehát azért nem vagyok teljesen passzív, és az a tudomány, ami erre ráépül, az egy emberi tudomány, ami megpróbálja ezeket a fogalmakat, például a négy világ fogalmát, a tíz szféra fogalmát, a végtelen isteni fény fogalmát, a cimcuma, a fény összehúzódásának a fogalmát. Ezek mind olyan kőbevésett fogalmak, amiket a kabala egyfajta kinyilatkoztatásnak tekint, mindjárt beszélünk róla hogy mik, mik a forrásai ennek a kiadkoztatásnak. A kabala tudománya és a haszit tudomány filozófia, amire ráépül, az pedig egy emberi tudomány, ami ezt meg kell elmagyarázni. A kabala forrása maga, ahol ezek a dolgok le vannak írva, az tulajdonképpen két-három alapvető mű. Ugye a leghíresebb művek ezek közül a Széfeje Cirá, az alkotáskönyve, ami az egyik legősibb zsidó ö, ö, mű. A hagyomány szerint maga Ábrahám, ősatyánk a szerzője, és az alkotás könyve egy viszonylag rövid könyv, egy számmisztikával, matematikával, matematika nyelvén írt könyv, ami tulajdonképpen a teremtés lényegét írja le, a teremtés folyamatának működésének a lényegét. És ugye a másik ilyen nagyon híres könyv az a Zóhár, a ragyogás könyv, ami tulajdonképpen a Tórához mondott, vagy írt Gyű, ö, misztikus magyarázatok gyűjteménye, méghozzá a hagyomány szerint Rabbi Simon Báryochály, 2000 évvel ezelőtt élt talmudi bölcs, izraeli talmudi bölcs ö, műve, és ezen belül is két nagyon fontos ö, ö, szakasza ennek a könyvnek, az Idra Rába és az Idra Zuta, ö, a, a nagy és az, a, a, a kicsi megnyilatkozás, amiben tételesen, megint csak a teremtéssel, a világokkal, a lélekkel kapcsolatos dolgok vannak leírva. Tulajdonképpen a kabala tudománya ezt a mögöttes tartalmat, ami nem látható és nem lenne megérthető emberi ésszel, és nem lenne felfedezhető emberi ésszel, ezt mindenek előtt a teremtés, a létezés kapcsán fejti ki, valamint az emberi lélek kapcsán és az emberi pszichéműködése kapcsán fejti ki, valamint a Tóra és a Isten által adott működési modell, tehát a Tóra és a Tórának a parancsolatai kapcsán fejtik ki. Beszéltél a négy világról. Lehet tudni, hogy ezek milyen világok? Hol vannak? Hol az lát! operenciás tengeren is. Nem, a hol, hol az szerintem, hogy nyilván megfoghatatlan, hogy hol, hanem mi ezeknek a funkciója? Uh -huh. A négy világnak a a láncolatát úgy hívja a, a, a Tóra, vagy a Kabola elnézést, hogy széderhi a, le, a leereszkedés rendje. És tulajdonképpen ezek a világok, ezek itt vannak. Ezek, ezek a létezésnek a finomabb, kifonomultabb, spirituálisabb formáiból, a leereszkedés a fizikaibb, durvább, kézzelfoghatóbb formákhoz. Um, Megpróbálom ezt egy metaforával, az előbb említett metaforával szemléltetni. Minden dologban, minden történésben, minden létezésben van a dolognak az anyaga, és a dolognak a lényege. A dolognak az anyaga, és a dolognak a jelentése. Tehát van a, minden dolognak úgymond a teste, meg a lelke, ha úgy tetszik. A dolognak az anyaga, az a durvább oldala, a dolognak a jelentése, az, a, az a, a mögöttes tartalom. Nyilvánvalóan ez minél több valamiben az anyag, és kevesebb a jelentés, annál durvább dolognak, annál kézzel foghatóbb az a dolog, annál fizikai, fizikálisabb, annál anyagibb. Minél több benne a jelentés, és kevesebb az anyag, annál spirituálisabb, és elmondabb, absztraktabb az a dolog. Tehát vegyünk akár egy ö, a mi világunkból is, a mi világunk két végletében, van egy darab kő, abban elég sok az anyag, és vissza kevés a jelentés, és van egy egy Shakespeare dráma, abban elég sok a jelentés, és elég kevés az anyag. A helyzet az, hogy a Shakespeare drámához is kell anyag, mert különben nem tudod ö, ö, kitapinthatóvá, vagy nem tud átadni, hogyha nincs benne anyag. Mi az Shakespeare dráma anyaga, maga a történet például. Vagy ha úgy tetszik, akkor mondjuk a könyv, a papír és a tinta. De akkor vegyük úgy, hogy van egy Shakespeare-dráma, ami le van írva egy könyvbe, papír-tinta, ez az anyaga a Shakespeare-drámának, a lelke, a mögöttes tartalom pedig maga az a lelki, ö, emocionális ö, ihletet, ihletettség, ami, ami Shakespeare-el iratta ezt a, a, a darabot. Ha szerencsés vagyok, akkor én el tudok jutni egy olyan szintre, hogy amikor a kezemben fogom a Shakespeare drámát és olvasom, akkor ne a papírt tapincsam és a tintát nézzem, hanem meglássam azt a mögöttes ihletettséget, ami ebbe a Shakespeare darabba benne van. Ugye, mint az előbbi színdarabnál, ne, ne, ne különálló díszleteket, meg, 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 meg emberkéket, meg szavakat, meg mondatokat halljak, hanem a mögöttes tartalmat, a mögöttes ihletettséget. Ér Értsen meg. A mi fizikai világunknak a anyaga az a fizikai materiális lét. A mögöttes tartalom, az ihletettség, ha úgy tetszik, az az isteni teremtő energia. Maga a transzcendens Isten és annak a teremtő energiája. Lehet ebben a világban úgy élni, hogy az ember a papírt tapintsa, meg a tintát érezze, és ne is gondolja, ne is vegye észre, hogy itt egy gyönyörű ihletettségről van szó, amit ez a papír, meg ez a tinta leír. És lehet úgy élni ebben, és akkor a világunk esetében úgy végigélni az a világunkban az életet, hogy köveket, fizikai létezőket, húsvért, öm, öm, kémiai anyagokat stb. lássak és tapintsak, de ne vegyem észre, hogy mögötte van egy isteni, teremtő, transzcendens energia, és lehet úgy élni ebben a világban, hogy egyre inkább a transzcendens, teremtő energiát és a mindent egybefogó belső jelentést lássam, és egyre kevésbé a különálló fizikai elemeket. Az, hogy melyik világban vagyok, az, 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 a En, ez, a, ez a mérce, vagy ez a megkülönböztető jel. A cselekvés világában alapvetően a fizikai, materiális létezés az, ami determinál, ami meghatároz. Az, az amit én kitapintok, látok, ö, stb. És nem érzékelem, vagy meg kell nagyon erőltetnem magam, hogy érzékeljem a szellemi tartalmat, a szellemi jelentést. Minél följebb kerülök a világok láncolatában, annál inkább a mögöttes isteni energiát látom, és annál kevésbé kitapinthatóak a fizikai, a fizikai, anyagi peremei a létezésnek. Miért van erre szükség? Miért szükséges az, hogy legyenek ilyen létegződések? Azért, mondja a kabala, mert ahhoz, hogy a transzcendens, isteni teremtő, Végtelen energiából egy kitapintható, apró részletekre szakadozott fizikai, materiális világ legyen, ahhoz rétegről rétegre kell a dolognak egyre anyagiabbá és egyre belső jelentésétől megfosztottabbá lennie. Olyan ez, mint amikor vegyük most a Shakespeare drámát. A Shakespeare drámának a most nyilván ez nem így működik, de én most lesarkítom a történetet, leegyszerűsítem a metafora kedvéért. A Shakespeare drámának a belső jelentése, a belső ihletettsége, mikor a legintenzívebb? Akkor, amikor az az ihletettség megszületik. Tegyük fel, hogy Shakespeare drámájának az ihletettségét valami olyan emberi csalódás szüli meg, ami vele történik. És ezt az emberi csalódást fogja ő majd két év múlva egy drámába leírni. Onnan, hogy ez a ikletettség megvan, odáig, hogy ez papíra vethető tintával, egy létegről rétegre, lépésről lépésre történő leereszkedésnek és, és testet öltésnek kell megszületni, végbe mennie. Tehát amikor az az ihletettség a legintenzívebb, akkor egyszerűen nem tud fizikai valóságá, fizik, kitapintható fizikai létezésé válni az a dolog, mert annyira absztrakt és annyira elvont. elvont. És kell, hogy legyen egy, egy, egy leereszkedés, amíg az a, az a transzcendens valami addig-addig ereszkedik, amíg egy fizikai valóságá válik. Végig azon gondolkoztam, amikor ezt a történetet, vagy ezt a definíciót, megközelítést elmondtad, hogy egyszerre érthető és egyszerre nagyon bonyolult ez. Ahhoz, hogy ez érthetővé váljon valaki számára, azt gondolom, hogy kell egy, kell egy tudás, kell egy tanulás, kell egy intellektus. És hogy az általad említett kabalisztikus misztika az nem elérhető mindenki számára, mert szerintem sokan nem fogják ezt érteni. Nem véletlen, hogy a Talmud azt mondja, hogy árban nihneszul a négy bölcs lépett be a tudás ligetébe, zárójel. A tudás ligete héberül párdesz liget, és ez egyben egy mozaik szó is. Ez a, ez a mozaik szó, ez négy, négy szóból áll, minden szónak a kezdőbetűje teszi ki azt a szót, hogy párdesz. Mi ez a négy szó? Psát, remez, drus, szod. Az egyszerű jelentés, a a, a a utalásos jelentés, tehát amikor valamire utal a szöveg, de nem mondja ki egyértelműen, a drus az a, az elvontabb történetekkel teli jelentés, és a szót pedig a misztikus jelentés. A talmud azt mondja, négyen léptek be ebbe a ligetbe, beleértve a misztikus jelentést is, az egyikük belépett, és meghalt, a másikuk belépett és megbolondult, a harmadikuk belépett és elhagyta a vallást, és csak Rabbi a Kiva jött ki békében, mert ő békében ment be, és békében jött ki. Mit jelent ez, hogy valóban a szod, a misztikus filozófia és a misztika megértése ennek a ligetbe, ennek a ligetnek, vagy ebbe a ligetbe való belépés, az nem tud mindenkinek a ö, sajátja lenni. Ez egy, ehhez egy kiváltságosnak kell lenni. Miért? Mert vagy az fog történni, hogy nem érted, vagy az fog történni, hogy félreérted, és akkor ezek a nem értés vagy félreértés vezethet oda, hogy elhagyjad a vallás, vagy vezethet oda, hogy, hogy öngyilkos legyél, vagy vezethet oda, hogy depressziós legyél de nem fog jóra vezetni. És vannak azok a kiváltságosok, akik ezt meg tudják érteni. Ez az oka annak, hogy a kabala tudománya egészen 200 évvel ezelőttig egy kifejezetten rejtett tudomány volt, amihez csak kiváltságosak nyúlhattak hozzá. Ugye vannak ezek, voltak ezek az hogy csak tanult emberek, csak 40 év, föl, év fölötti emberek, és itt tovább, és itt tovább. A Rambam azt mondja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet egy, a kabala talán tudományából nem szabad, nyilván már mindez ezt mondja, nem szabad ö, ö, egy nagy közönségnek előadni, csak, csak négy szem közt, mert ha a nagy közönségnek adom el, akkor sokkal jobb az esély, hogy félreértse valaki a közönségből. Tehát voltak és vannak ilyen korlátozások ezzel kapcsolatban. Mégis a haszidizmus filozófiája, és különösen a habát haszizmus filozófiája azt hirdeti, hogy ma olyan... Ö, módon eh, budjant elő ennek a kabalának, ennek a misztikának a hozzátartozó tudománya a haszidizmus révén, a haszid filozófia révén, hogy ez ma már minden olyan számára, ember számára elérhetővé vált, aki megerőlteti magát és igyekszik ezt, ezt megismerni. Eh, és eh, ez, ez tulajdonképpen a habád filozófia szerint ez a haszidizmus célja. Ezért jött létre a haszidizmus, hogy ezt a tudományt elérhetővé tegye mindenki számára. Kömön zárójel, a magában a Zóhárban van egy olyan mondás, a Noé szakaszához, Noé történetéhez tett magyarázat, ami azt mondja, hogy majd a 6. évezred 6. századában a az a alsó vizek, a tudás alsó vizei és felső vizei fognak kiömleni, és fogják tudással elrálasztani a világot. Ugye a, dolgnak dolognak a párhuzama az az, amikor Noé történetében ugye a vízözön elárasztja a világot, egy pusztító vízözön, aminek a, a leírásáról azt mondja a tor, vagy úgy írja le, hogy az a égi vizek, meg a földi vizek, ugye a források fölbudjantak. Fölbudjantak a források, az égből leulott az eső, és az elárasztotta vízzel a világot. Ugye ez a kép, a vízzel elárasztott világ a pusztulás képe, de ugyanakkor ennek van egy ellenpontja, ugyanis Ézsaiás proféta úgy beszél a messiás, a megváltás utáni létezésről, mint amikor a víz, a tudásvize elborítja a világot. Isten ismeretének a vize, a, 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 Isten ismeretének a tudása fogja a földet betölteni, mint ahogy a tengert a víz borítja, mondja Ézsaiás. És erre azt mondja az Zóhár, hogy ahogy Noénál a víz elöntötte alulról is, meg fölülről is a földet, a pusztulás úgy fogja a tudás, az isteni tudásvize alulról is és felülről is elönteni a világot mi ez az alulról meg felülről jövő tudás? Ez a természettudományok, az az alulról jövő tudás, és a felülről jövő tudás az a kabala, az isteni e, kinyilatkoztatás e, általi felülről jövő eső, a felülről jövő tudás. Mi történt a hatodik évezred e, 6. századában, ugye most vagyunk a 6. évezred 8. századában, ugye 5782 van, tehát a 6. évezred 6. századában kb. 700 évvel ezelőtt indult be ugye a e, ipari forradalom, a természettudományok, a felvilágosodás, a természettudományok, e, és egy hihetetlen robbanás, mint hogyha valóban alulról fölbudjantak volna a tudás forrásai, és jelent meg a Hassid filozófia, ami pedig ezeket a kabalisztikus isteni tanokat teszi, tette a saját nyelvezetével, a saját e, nagyon gazdag, metaforikus e, magyarázataival, e, logikai levezetéseivel e, elérhetővé mindenki számára, aki ezt szeretné elérni. Nyilván minden tudományhoz kell valami fajta kognitív képesség, és kell egy nagyon jó adag. Elszántság és kitartás. Ebben nincs kétség, de azért a lehetőség ott van. Ez azért érdekes, mert az emberek fejében a misztika az valami nagyon leegyszerűsített dolgot jelent. Tehát, hogyha megkérdezed az átlagembert, akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy hogy misztika, ezotérika, tegyél két gyógyító követ a zsebedbe, és onnantól kezdve megváltozik az életed. Ezek, 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 nagyon egyszerű megoldások, és nagyon leegyszerűsített megoldások. Amit te mondasz, az egy nagyon bonyolult megoldás, ami azt gondolom, hogy valószínűleg közelebb áll ahhoz, hogy, hogy, hogy hogy megértsem, én nem elfogadjam azt, hogy a misztikának van egy nagyon fontos része, azt, hogy én ezt nem érteni fogom, hanem amit mondtál Rabbi Akivánál, hogy elfogadni fogom. Hogy elfogadom, hogy az úgy van. És számomra az ő történetében az, hogy én azért megyek be békével, mert én nem érteni akarom hanem azért megyek be békében, mert érteni fogok belőle bizonyos részeket, uh -huh. az egészet nem fogom megérteni, és elfogadom azt, hogy én az egészet nem fogom megérteni, és ezért jövök ki békével, mert elfogadom, hogy ennyit tudok, ez az én tudásom, és amit átadtak, az úgy van jól, ahogy van. Érdekes az, hogy arra, amilyen kiváról ezt mondod, hogy ez volt a a dolognak a kulcsa, hogy volt benne egy alázat, amikor hozzányúlta ez a témához, és nem gondolta azt, hogy ha nem érti az egészet, akkor az nincs is úgy, vagy akkor nem érti jól. Ez abszolút benne van a történetben, tehát ez szerintem nagyon jól rátapintottál. De mindeközben viszont van egy, egy nagyon nagy része, ami, ami elérhetővé válik, és megérthetővé válik, és abban pedig maximálisan igazad van, hogy ilyen értelemben a zsidó hozzáállás a misztikához, az nem az ész eltávolítása, hanem az ész közelhozása azokhoz a dolgokhoz, amit alapból emberi észsel nehezen lennének érthetőek. Most ugye azt kell érteni itt, hogy ez a zsidó misztikának egy bizonyos szelete, amiről mi eddig beszélgettünk, és ugye úgy állítottuk be, hogy ez a kabala, a kabala tudománya, ami, ami egy, egy, sokan mondhatnák azt, hogy jó, jó, de hát azért nem minden zsidó kabalista, meg az egész ö, autentikus vagy, vagy tradicionális zsidóság sem tekinthető mind a kabala követőinek. Csak közben ez egy csalóka dolog, mert a kabala forrásanyagai, azok a teljes klasszikus irodalomban ott vannak. Tehát a Talmud teli van kabalisztikus történetekkel, nagyon misztikus mondásokkal, történetekkel. A Bibliának is vannak olyan történetei és részei, amik, amik egyszerűen vagy nem magyarázhatók másképp, mint valamilyen ezoterikus vagy misztikus kinyilatkoztatás, vagy egyértelműen egy misztikus kinyilatkoztatásra beszélünk, hogy a leghíresebb ilyen, ami különben egy forrásanyaga is magának a kabalának, az Ézsaiás próféta, illetve Jeheszkel, Ezékiel proféta úgynevezett szekér látomása, ami egy olyan profetikus látomásnak a leírása, amiben Isten és a felső világok egy állat-ember alakokkal körbevett szekér és rajta egy trón, amelyen egy király ül, és eznek a, amelyek, közül, amelyek körül angyalok repkednek. Ez, ez nem, le, nem leírható, vagy nem értelmezhető másképp, mint, mint misztika. Tehát aki azt mondja, hogy a misztika nem része a zsidóságnak, az csak valamilyen humbuk, az csak valami hasidok, meg habát haszidok humbukja, az egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy a zsidóságnak egy nagyon komoly része, az a, 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 tulajdonképpen nincs olyan szelete, ami, amiben ne jelenne meg a misztika és a misztikum. A másik oldalról viszont, Amire ma már nem jutott időnk, és egy következő beszélgetésben érdemes róla beszélni. Hogy innen, mi most ugye az eddigi beszélgetésről te is olyan, olyan, olyan jókedvűen vagy vagy, vagy, vagy vagy elégedetten nyugtáztat, hogy hát akkor ezek szerint a, a misztika az nem egy ilyen humbuk, hanem az annak is van egy logikus része, amit meg lehet érteni, és hogy akkor ez nagyon fontos, mert akkor. De akkor térjünk egy kicsit vissza a humbukhoz, vagy ahhoz, ami úgy tűnik, mint a humbuk lenne. Mi a helyzet az ezoterikával, tehát hogy, és ez ezek a misztikus tanok hogyan jelennek meg a, a gyakorlatban, a praktikákban, mert ugye én azt mondtam a beszélgetésünkben, hogy megjelennek. Mit mond a zsidóság azokról a egyrészt praktikákról, amelyek megint csak a, a konszenzusos, tradicionális zsidóság részei? legyen ez az emlőbb említett, mondjuk imaszi, de ennél vannak még szélsőségesebbek, mondjuk, hogyha valaki egy, halottal, egy ö, alatt, halottal érintkezik, vagy egy felén alatt van egy halottal, akkor a Biblia azt írja, hogy vegyenünk egy vörös tehenet, azt vágjuk le, égessük el, és a hamvaival szóljuk meg azt az illetőt egy nagyon részletesen leírt szabályrendszer szerint. Ilyen és számos ilyen misztikus dolog van, de hát a legegyszerűbb dolgok is, mint például az, hogy a, 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 a kóserság szabályának, egy nagy része, jó, persze lehet magyarázni azzal, hogy ez egészséges, nem egészséges, hogy mit tudom én, aminek hasat patája van és kérődző, az kóser, aminek nem hasat patája van és nem kérődző, az nem kóser. Jó, hát azért ezt egy kicsit erőltetett itt az egészségre alapozni. Itt azért ez is egy elég misztikus dolog, mint ahogy az is misztikus, hogy a teljes a húsossal nem lehet keverni. Jó, persze erre lehet, is lehet mindenféle magyarázatokat mondani, amelyek ilyen nagyon materiális módon magyarázzák ezt az egészet. Na jó, de hát a Tóra mégsem azt mondja, hogy, hogy viszont, és ne egyél, nem tudom én, a kerténél több húst, mert az egészségtelen. Hát csomó olyan egészségtelen dolva, amit nem tért a Tóra. Tehát a Tóra az nem egy ilyen eh, update Norbi eh, kettő, ahogy, vagy nulla. V vagy nulla. <laughs> amiben, amiben, amiben egy, ilyen, egy, ilyen, egészséges életmód tanácsadása, tanácsadás, hanem ebben vannak misztikus, misztikus dolgok, ha tetszik, ha nem. Vannak misztikus dolgok. És aztán vannak olyan dolgok is, amik a Tórában nincsenek benne, de megjelennek a Talmudban. Szellemek, babonák, öm, a legkülönfélébb ilyen öm, lélekvándorlás, és stb. stb. És az ehhez kapcsolódó legkülönfélé praktikák például, hogy akkor hogyan kell a szellemeket elűzni, és ilyesmi. És itt már tényleg fömül a kérdés, hogy mi, mi a helye ennek a zsidóságban? Van-e ma ilyen? Létezik-e ilyen? Létezik-e dibuk például, hogy valaki beszáll egy, 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 egy emberbe, beszáll egy másik lélek? Léteznek-e ilyen, ilyen, ilyen dolgok? És hogyha igen, akkor, akkor hogyan állunk hozzá ez a kérdéshez? Úgyhogy szerintem ez egy olyan téma, amihez még egyszer majd legalább hozzá kell nyúlnunk, abban a szempontból, hogy akkor mi van az ezotériával, ezekkel a misztikus praktikákkal. Ez lesz a következő adásunk témája, így nem folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.